Az előző videóban megmutattam, hogy hogyan tudod függvény vagy villámkitöltés segítségével átalakítani helyes írásmódra a neveket. Most szeretném azt is megmutatni, hogy hogyan tudod összehasonlítani az eredeti adatokat és az új adatokat, hogy hol van elírás. Beszúrok egy új oszlopot, Ctrl Space, majd Ctrl Plus, és ehhez az azonos függvényt kell használni. Nagyon sokszor, amikor adatokat hasonlítasz össze, elég a sima egyenlőség jelet használnod, azonban az egyenlőség jel nem tudja megkülönböztetni az írott szövegben a kis és nagy betűket. Egyformának ítéli a két szöveget, tehát ez önmagában nem alkalmas arra, hogy az írásmódot ellenőrizd. Az írás ellenőrzésére az azonos függvény alkalmas, ezen belül pontos vesszővel elválasztva tudod megadni a két összehasonlítandó értéket. Így már láthatod, hogy ahol elírásbeli különbség van, ott a hamis érték jelenik meg, erre rá tudsz szűrni, és adott esetben ki tudod listázni az értékeket, és vissza tudod küldeni az adatbázist kezelő kollégáknak, hogy javítsák ki az eredeti táblázatban is a neveket. Remélem, hogy hasznos volt ez a kis videó, és fogod tudni használni a munkádban. Szép napot!